Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége történésével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Magyar kosarasokkal kezdte el a felkészülést a Marsó NKK. 3-0-ás vereséget szenvedett a Pakstól a Nyíregyháza Spartacus. Új alapokra helyezte az együttműködést a Spari és a Nyírsuli. Készen áll a szezonra a Kisvárda Mastergood. 4 érmet szereztek az országos bajnokságon a nyírsuli atlétái. Hétfőn 109 csapattal rajtol a nyíregyházi városi kispályás bajnokság. Kedden elkezdte a felkészülést a Marsó NKK. Sitko Ernő vezetőedző egyelőre csak magyar játékosoknak vezényelt tréningeket a Sóstői erdőben és a városi stadionban. Természetesen nem a teljes kerettel tudunk ilyenkor elkezdeni, ahogy az ugye mondhatnám, hogy hagyományos. Kell még tovább lépnünk egy picit a légiósok kiválasztásában, mindenképpen ugye ők még nincsenek itt, de a magyar mag úgy gondolom, hogy itt van a csapatunkban, és nagyon remélem, hogy megfelelőképpen fogunk tudni hozzálátni ez a munkához. Hogy néz ki az első hét programja? Az első héten igazából ráhangoló edzések vannak. Szeretném, hogyha játékosaim visszaszereznék azt az egyensúlyt is, ami a kosárlabdához tartozik. Picit szokni kell újra a labdát, és újra hozzá kell szokni ahhoz, hogy időrend szerint mozgunk. Ugye a nyári szabadság idején mindenki egy picit elkényelmesedik, az időpontokat nem tartja be olyan szigorúan. Hát ennek most már vége, úgyhogy ehhez vissza kell rázódni. A következő héttől pedig egy kicsivel komolyabb és keményebb munka következik. Az elmúlt szezonban évközben vette át a csapatot, most végigcsináltok egy teljes felkészülést. Milyen csapatot szeretné majd látni az első bajnoki meccsen? Mindenképpen egy harcos csapatot szeretnék látni. Azt hiszem, hogy akik jártak a mérkőzéseinkre, az Imre, azt azért használom, mert arra az időszakra gondolok, amikor már én voltam a csapat edzője. Én szeretem, hogyha a csapat egész pályán védekezik, szeretem, ha agresszíven védekeznek és próbálják megakadályozni az ellenfélnek a támadás szervezését is. Ezt a vonalat szeretném továbbvinni, sokkal több taktikai elemet szeretnék használni, ezért a nyári felkészülés ideje alatt ezeket meg kell tanulnunk, és bízom abban, hogy sikerül majd jó százalékban elsajátítani. Szó esett a légiósokról, hol tart a kiválasztások, és milyen szempontok alapján magyarul milyen légiósokat szeretnétek látni a csapatban? Az ötös poszton szeretném, ha Matija Posicsot meg tudnánk tartani, mindenképpen ez az első lépésünk. Én elégedett voltam vele, és úgy gondolom, hogy nagyon jó játékot tud nyújtani, és tudja segíteni a csapatunkat a pozitív eredmény elérésében. Mellette egy hármas játékos szeretnék, aki 195 centi fölött van, esetleg négyes poszton is bevethető lehet, de mindenképpen 195 és 2 méter közötti játékosra gondoltam, és egy 2-es-1-es játékost szeretném még igazolni. Igazából dobóembernek kell lennie, de ha szükséges, akkor jó lenne, ha tudná az irányítónkat tehermentesíteni. Itt 190 centi fölött itt szeretnék újra, a méret számít, mint látjuk a kosárlabdában, úgyhogy bízom benne, hogy találunk majd olyan embereket, akik ezeknek a kritériumoknak megfelelnek. Szeptember elején kezdődnek majd a felkészülési meccsek és a tornák. Mikor lehet teljes a keret? Jó lenne, ha akkor már az lenne a felkészülési mérkőzéseken. Mindenképpen ki kellene próbálni azokat a játékosokat, akit utána a bajnokságban használni tudunk. Ígérni nem akarok semmit, minél hamarabb szeretném, hogy teljes legyen a csapat. Örülnék annak, még egyszer mondom, hogy a felkészülési tornákon már a végleges légiósokkal tudnánk szerepelni. 2 év franciaországi szereplés és 1 év jászberényi játék után tértél vissza a Nyíregyházára, lett volna más lehetőséged is. Miért döntöttél úgy, hogy ismét Nyíregyházán játszol majd? Nagyon boldog vagyok, mert most itt vagyok, mert ez Nyíregyháza, ez én háza. Itt van család, és nagyon jó, és nem tudom, 5 vagy 6 szezon itt voltam, és minden jó, rendben volt minden, és azért itt igazoltam, mert most kislány itt fog járni iskola, és család miatt ez volt, azért itt igazoltam, és itt akarok maradni még több év. Más játékos lettél-e valamennyire az elmúlt 3 év alatt? Igen, csak ez van. Tudod? És én tudom, én gondolom biztos nehéz év lesz, csak kell igazi komolyan munka, és kell kicsi szerencse, jó igazolt, jó 3 külföldi játékos, komolyan munka, és megnézom, mi lesz. Csak biztos lesz, nagyon nehéz év. Tavaly ugye a magyar bajnokságban szerepelték 2 év kihagyás után a Jászberény színében. Mennyire lett más ez a magyar bajnokság az elmúlt 5-6 évvel ezelőtthez képest, mikor tartós ennyire egyházán játszottál? Magyar bajnokság nem rossz. Én külföldön voltam, és
játszottam még Abba Liga régen, és magyar bajnokság minden év jobban, jobb és jobb. És fiatal játékos ugyanez mindig jobb. Most megnézem, nem tudom, U16 válogatott, most nagyon jó meccs ott Szlovénia valahol ellen, Szlovénia ellen játszott nagyon jó meccs, plusz 20 pont volt. És tudom, régen mindig Szlovénia nyerte, ez U16, U18 válogatott, mindig volt mínusz 20, tudod. És komolyan munka van itt is, és mindig szeretem a bajnokság ugyanez, mindig jobb és jobb. Mindig jó külföldi játékos van, és azért gondolom egy komolyan bajnokság van itt. Amikor legutóbb Nyíregyházán szerepeltél, abszolút vezéregyénység voltál, most megint ilyen szerepet szán neked sikerni, gondolom nem okoz gondot. Én is fogom segíteni a fiatal játékos, mert én szeretem igazi munka, komolyan munka, és most én mondom, aki nem szeretek komolyan munka és erős edzés, akkor kell másik sport, vagy valami másik csapat. Második hazai meccsén elszenvedte első vereségét a Nyíregyháza Spartakusz, Csábi József együttese a Pakstól kapott 3-0-ra. A Debrecen elleni meccset követően óvén tettél mindenkit attól, hogy azt így, hogy könnyű mérkőzés vár a csapat a Paks ellen, kiderült, hogy abszolút igazad volt. Múlt héten láttam a Paksot, és abszolút az volt az érzésem, hogy egy nagyon stabil csapat, és ugye ez volt a 9. mérkőzés, amikor nem kapott ki, tehát azért ezek nem véletlenek. Ezért nagyon sajnálom, hogy így alakult, és nem tudtuk ezt a fantasztikus közönségünket kiszolgálni, aki még most 0-3 után is megtapsolt a csapatot. Én azt ígértem, hogy mi mindent el fogunk követni a pályán, hogy megnyerjük magunknak a közönséget. Ezt továbbra is ígérhetem. Most is megtettünk mindent, de sajnos az első fél időben a két kapott gól, ami egyéni hibákból történt, utána már nagyon nehéz dolgunk volt, és ugyan mentünk az eredmény után, és nagyon akart a társaság a második fél időben, még a 93. percben is volt gólhelyzetünk, de már nem tudtunk visszajönni a meccsbe. Ez már NB1, tehát itt nem szabad ekkor előnyt adni az ellenfeleknek. Mire volt szükség az, hogy a második fél idő első felében irányítani tudjuk a játékot, kapufát rúgtuk, helyzeténk voltak a két cserére, vagy pedig átálltatok egy más játék stílusra, és egy picit átállítottátok a gondolkodást a szünetben? Hát tulajdonképpen elgondolkodtató, hogy most ugye bármilyen furcsa hangzik a 0-3 ellenére, a szünetben ismét jól jöttek be a cserék. Elgondolkodtató, hogy most már úgy kellene kezdenünk, hogy ne kelljen rácserélni. Mindenképpen egy más stílusban jöttünk ki, más akaratosabbak lettünk. Előrébb, elsőbb zónában szereztünk labdát, és ez jót tett a játékunknak mindenképpen. A Paks nem tudta saját magát felépíteni, mi le tudtuk őket építeni. Mondom, a második fél idővel teljesen elégedett vagyok. Sajnos tényleg egy olyan gólhátrányban voltunk, amiből már nagyon nehéz lett volna visszajönni. Fölösleges a hákkal játszani, de hogyha az elején tudtunk volna egy gólt rúgni, akkor nagyon, nagyon komolyan reményteljes lett volna a mérkőzés második fele. Sajnos nem, és egy picit ezáltal a 25.-30. perctől a hit is ment le, ezért cseréltem egy harmadikat. Ott már egy kicsit kockáztattunk is, mert egy háromvédős rendszerre álltunk át. A Paks az annál jobb csapat, mint ahogy azt említettem a beharangozóba, hogy két gólos előnyt leadjon. Sokszor mondják, hogy nagy a különbség az NB1 és az NB2 között, most a lelátóról is feltűnik, hogy ritmusban, gondolkodásban, gyorsaságban tényleg óriási a különbség. Mennyi időre van szükség ahhoz, hogy ez a csapat, amely azért még mindig alakulóban van, hiszen nagyon sok új játékos érkezett, felvegye ezt a ritmust? Hát ezt sokan kérdezik tőlem, én mindig elgondolkodtam. Ez lehet egy hét is, lehet három hét is, nyilván sok mindentől függ. Lehet, hogyha egyik pillanatra másikra el tudjuk kapni ezt a ritmust, mint ahogy vannak a mérkőzésnek olyan szakaszai, amikor nagyon-nagyon jól elkapjuk, ebből kell táplálkoznunk. Bár hozzáteszem, most azért van hiányérzetem, mert nem vagyunk elég agresszívek, tehát ezt majd számon is fogom kérni majd az öltözőbe. Tehát ahhoz, hogy a párharcokat megnyerjük, ahhoz sokkal agresszívebben kell futballoznunk, hazai pályán meg kimondottan. Ezt is hiányoltam az első fél időben. A második fél időben ez is rendben volt már. Egyik mérkőzésem könnyű, de most egy kifejezetten nehéz három meccses periódus következik, ugye Honvéd, Videóton, Ferencváros. A hétvégén a Honvéd ellen talán lehet azt mondani, hogy egy picit kisebb nyomással lép majd pályára a csapat, mint itthon hazai környezetben. Igen, erre is céloztam én a múlt héten a Paks mérkőzés kapcsán, hogy pszichésen is egy más mérkőzés elé nézzünk, ugyanis a debreceni jó rajt után ugye nagyobb elvárások voltak a csapat elé téve. Én mindig azt mondtam, hogy egy újonc csapatnak pláne az elején pontokat gyűjtögetni kell, tehát egy döntetlennel is beljebb lettünk volna, de most már ezzel nem szabad foglalkoznunk, vissza kell hozni máshol. Én azt hiszem, hogy ahogyan a Debrecen elleni mérkőzésen sem lettünk jobb csapat, mint amilyenek valójában jelen pillanatban még vagyunk, úgy a Paks mérkőzés után sem lettünk ennél rosszabbak, és nincs két egyforma mérkőzés. Akkor is mondtam, hogy más mérkőzés játszunk, most is azt fogom mondani, hogy más mérkőzés fogunk játszani már a Honvédnál is.
valóban stabilabbak kell válnunk, mondom, agresszívebbak kell válnunk, és az előrefelé játékban racionálisabb futballt kell. Megcsináljuk, eljutunk most már helyzetekig, több olyan helyzetünk is volt a második fél időben, ami ígéretes volt már az elsőben is ugyan. Még racionálisabban kell futballoznunk, célra törőbben. Új alapokra helyezte az együttműködés a Nyíregyháza, Spartakusz és a Nyírsuli. Az érintettek csütörtökön tájékoztatták a sajtó képviselőit a terveikről. Egy szakmai operatív testület létrejön, ami a Nyírsuli és a Nyíregyháza, Spartakusz között egyfajta kapocs szerepet tölt be. Ebből a tulajdonos, a Nyíregyháza és Spartakusz tulajdonosa, a Nyírsuli igazgatója, a Nyíregyháza és Spartakusznak a klub igazgatója, illetve a Nyírsulinak a képzési igazgatója és az akadémia igazgatója vesz részt. Tehát ez az öt fő olyan stratégiai kérdésekben döntenek, ami kifejezetten előre mutató, tehát az azt jelenti, hogy játékos politikával kapcsolatban, infrastruktúrális beruházásokkal kapcsolatban, az utánpótlás képzési tervével kapcsolatban milyen irányvonal legyen, játékedzés filozófiával kapcsolatban, tehát mindegy nagyon fontos területekről, és ez lenne az egyik legfontosabb pontja ennek az együttműködésnek. Ezen kívül még lenne nagyon sok terület a utánpótláson belül, amiben meg kell újulni, de ez egy külön fejezet. Új típusú együttműködés indul majd meg a Nyíregyháza, Spartakusz és a Nyírsuli, illetve a Bozsik Akadémia között. A klub részéről milyenek az elvárások ezzel a közös munkával kapcsolatban? Az egésznek a célja az, hogy ami korábban elindult, az tovább tudjon menni, illetve hát az integrálás. Tehát én azt látom, és azt tapasztaltam korábban vezető edzőként, hogy a városi labdarúgás képzés nincs úgy összefogva, és nincs integrálva abba az irányban, hogy mindenki egy irányba tudjon együttműködni, és én nagyon remélem, hogy ebben mindenki partner lesz, és talán most így a feljutás kapcsán van a Spartakusznak lehetősége arra, hogy ezt megpróbálja ebbe az irányba terelni. Mikor és mit profitálhat majd leginkább ebből a kapcsolatból a Nyíregyháza, Spartakusz? Én nagyon remélem, hogy minél előbb, minél több játékos, bár azért azt el kell, hogy mondjam, hogy azért az ritka, hogy csak saját nevelésű játékosokból össze lehet rakni egy felnőtt csapatot, ugye a toplabdarúgásban ezt azért látjuk, hogy erre nem sok példa volt az elmúlt 20 évben. Kettőt tudok most említeni, talán az Ajaxot és a Barcelonát, akinek ez sikerült a saját szintjén megvalósítania. Ez hangsúlyozni szeretném természetesen, hogy a saját szintjén, de azt is látjuk, hogy egy jól és jól összehangolt utánpótlás neveléssel, ugye gondolok itt a spanyolok utóbbi 20 évbe mutatott ez irányú teljesítményére, illetve a hollandoknál, tehát abban nagyon komolyan lehet haladni, hogy sok képzett és jó labdarúgót lehessen nevelni. Ez az egyik cél. Másik célnak azt mondanám, hogy a labdarúgást körülvevő közeg is lényegesen tud változni pozitív irányba, illetve ő is egy irányba tud menni. Gondolok itt arra, hogy ugye a kis gyermekeket edzésre kihozó anyukáktól nagyszülőkön át minden egyes olyan, vagy a tanárokat, akik foglalkoznak vele, hogyha ezt azt gondoljuk, hogy fontos, és olyan munkát végzünk, ami példaértékű és iránymutató, akkor ugye ez azt gondolom, hogy azt jelentheti, hogy a stadiont is meg lehet tölteni előbb-utóbb. Szombaton a Tököl elleni Magyar Kupa mérkőzéssel elkezdi a szezont a Kisvárda Masterwood. Révész Attila szakmai igazgató szerint a csapat készen áll a bajnokságra. Minden a terveknek megfelelően alakult eddig. A edzőmérkőzéseket is rendbe letudtuk, a felkészülés áll, és ennek komolyabb sérülés nem hátráltatta. Én azt gondolom, hogy egy jónak mondható felkészülésem ment keresztül a társaság. És hát a fő próba, amely most hétvégén lesz a Tököl ellen, én azt gondolom, hogy megmutatja majd az erőnket. A felkészülési meccseken már lehetett érezni, hogy milyen arculattal, milyen játékrendszerrel szeretnénk majd nekivágni az NB3-nak. Ennek megfelelően igazoltunk játékosokat is. Én azt gondolom, hogy minden a legnagyobb rendben van jelenleg, és reménykedve bizakodva vágunk neki majd a bajnoki szezonnak. Nagyon sok új játékos érkezett a holt szezonban, gyakorlatilag új csapatot kell építeni. Amint említetted, új játéktulusa is lesz a csapatnak. Hogyan áll ez a folyamat? A legnehezebb mindig az új játékosoknak a beépítés a csapatban. Valóban mi nekünk is biztos lesznek még az első mérkőzéseken problémáink, nehézségeink ezzel. Én azt gondolom mégis ennek ellenére, hogy jó úton járunk, és előrébb, mint ahol kellene tartanunk.
Azok a játékosok, akik jöttek, tudnak futballozni. Én úgy érzem, hogy nagyobb játékerőt képvisel most az együttesünk, mint a tavalyi szezonban, ha bár az NB3-ban vagyunk, és nyilván jobb futballistákkal könnyebb kialakítani egy rendszert, és hát most természetesen, ugye, mivel említettem, hogy tudatosan építkezhettünk, meg volt rá a lehetőségünk, mind anyagilag, mind szakmailag most már, hogy tudjunk jó játékosokat igazolni, ezért a legutóbbi Szolnok elleni mérkőzésen tapasztaltakból azt mondhatom, hogy kezd igazán összeérni most már ez a Kisvárda Egyesület, és az új játékosok tudják azt a filozófiát, amit szeretnénk vele elsajátítani, és meg is fogják tudni valósítani, úgyhogy jó, teljesen jó úton járunk. Kik lehetnek a húzó emberei ennek az új Kisvárdának? Hát ezt előre még nem tudom megmondani. Nyilván az új játékosok közül vannak olyanok, az Erős Gabi, a Kardos Norbi, a Nagy Robi, akik képesek gólokat szerezni, ezáltal nagy segítségünk is lehetnek. Viszont a régi Mikey, aki most már úgy néz ki, hogy visszatér, szintén ezek közé tartozhat, és hát azt gondolom, hogy vannak még olyan labdarúgók ezeken kívül is, akik majd meglepetést okozhatnak. 3-4 régi játékos marad a nagy valószínűséggel a kezdőcsapatba, a többiek újak lesznek, és én reménykedem, hogy mindenki fogja tudni azt a szintet hozni, amit elvárunk tőlük, és mindenki erőség lesz a csapatnak. Kimondva a bajnoki cím és a visszajutás a cél, gondolom figyeltétek a riválisok erősítéseit, milyen szezonra számíthatunk, kik lesznek a legnagyobb riválisok? Nagyon érdekes, amit most fogok mondani, ugyanis az az egyöntetű vélemény, illetve az enyém is, hogy ha most az NB2-ben maradnánk, talán könnyebben meg tudnánk kapaszkodni, erősebb a csapatunk, mint a tavalyi volt. Mégis az NB3-ban azért most más lesz, mert több olyan riválisunk van, aki szeretné megnyerni a sorozatot. Ráadásul tudjuk, hogy mindenki minket akar majd megverni, ezért kettőzött erővel fognak ellenünk küzdeni. És hát másfajta stílussal kell majd magunkat szembe találni az NB2-ben, azért kinyíltak, játszottak ellenünk, többször voltunk védekezésre kényszerítve, ezért nagyobb területeket futhattunk be. Az NB3-ban viszont egész biztos, hogy minden ellenfél vissza fog húzódni, és akkor ezt a kemény védelmi falat kell majd valahogy áttörnünk. Ezt meg tudjuk majd átlövésekkel, illetve pontrugásokra, megvannak a magas embereink, megvannak a cselezni tudók, és megvannak a támadóink is, úgyhogy több olyan lehetőségünk, eszközünk van ennek a feltörésére, amivel sikert fogunk tudni elérni, és én egyértelműen nem is tudok más elképzelni, csak a biztos feljutást. Ennek ismeretében erősítettünk. Azt, ha figyelembe veszük, hogy a játékos anyagunk azért lényegesen erősebb, mint a riválisaink, akkor ez feljogosít arra, hogy egyértelmű feljutóként vágjunk neki a szezonnak. Akkor ejtsünk szót az infrastruktúrális fejlesztésekről. Igen, hát a tavalyi szezonban, ha bár lehet, hogy lett volna lehetőségünk, hogy elinduljunk az NB2-ben, hogyha egy kicsit erősködünk, mert némi csapatnak nem biztos, hogy megfelelt a feltétel az NB2-re, de nem akartuk, egy új bázist akarunk. Egy olyan lehetőségünk van most, ami talán soha nem vissza nem térő, és ezt meg kell ragadnunk. Elindulnak most már el is indult, hát a műfes pályánk rövidesen kész lesz, a hűes edzőpályánk rövidesen kész lesz, ez mind alácsövezve, locsolva a legkomolyabb technikával, és ezen kívül új öltözőt kapunk, ami minden igényt kielégítő, és hát most úgy néz ki, hogy kapunk egy új stadiont, ami a megyében egyedülálló lesz, sőt azt gondolom, hogy a környező településeket is figyelembe véve, és hát egyértelműen az volt a vezetőségnek a kérése, az igénye, és gyakorlatilag követelték, hogy mivel ez a stadion csak NB2-es csapatra jogosítja föl a várost, akkor kötelező nekünk feljutni, és hát nagyon nagy a tét, gyakorlatilag most egy több milliárdos projektről beszélhetek, és nem kockáztathatunk, nekünk mindenképpen vissza kell jutnunk, hogy eleget tegyünk a vezetőknek a kérésének, követelésüknek. Négy éremmel tértek haza a Nyírsúly atlétai a székesfehérvári felnőtt országos bajnokságról. Egy arany, két ezüst és egy bronzérem volt a termés. Az elmúlt hétvégén Székesfehérvár adott otthont az atlétikai felnőtt országos bajnokságnak, a Nyírsúly a tervezetni szerényebb létszámmal utazott-e. Kezdjük azokkal, akik itthon maradtak, kik ők és miért. Hát kezdeném Palásti Lucával, akinek sajnos a sérülése még nem jött rendbe. Bokafájdalmai vannak, és emiatt úgy döntöttünk, hogy inkább most pihentetjük, és majd a csapatbajnokságra meg a Szuperliga döntőre készül föl normálisan. Egyébként az eredményei alapján mind a két verseny számában, tehát a 400-en és a 800 méteren is második helyen végezhetett volna. Aztán a két fiú 400-as, Vigvári Szabolcs és Tasi T. Dávid, akik szintén sérüléssel szenvednek, Dávidnak a bokája fordult ki, Szabolcsnak pedig egy régebbi sérülése újult ki, úgyhogy ők is pihennek és inkább a csapatbajnokságra készülnek, illetve Vas Dávid volt még, aki
vidékbajnokságon sérült meg, és még nem teljes a rendbejövetele. És még meg kell említenünk Leskó Norbertet is, aki éremesélyes volt távolugrásban, de sajnos belelépett egy üvegbe, így nem tudta ezt a versenyt úgy hozni, ahogy azt szerettük volna. Végül 9 versenyző utazott el Székesfehérvárra. Milyen eredményeket értek el? Ahogy azt az előző beszélgetésünk alkalmával is említettem, egy aranyérmet vártunk, ami be is jött. Bakosi Péter személyében 217 cm-t ugrott, és a 221-es kísérlete is nagyon biztatóak voltak. Nem is értettük, hogy hogy esett le a léc. Sajnos a 226 nem sikerült az Európa-bajnoki kiküldetés, de hát jövőre lesz majd utánpótlás Európa-bajnokság, és ott kell neki a korosztályában helytállnia. A diszkoszvetők is remekül szerepeltek, a lányok között Kerekes Dóra közel 50 méteres eredménnyel második helyen végzett, illetve Szikszai Róbert, aki 58 méter fölötti dobásával idézőjelben sajnos csak a harmadik lett, mert ha megdobja a egyéni legjobbját, akkor akár nyerhetett is volna, de hát a verseny az ilyen, majd neki is a felnőtt Európa-bajnokságon kell produkálni, és ott kell 60 méter fölött dobni. Ugyanebben a versenyszámban Káplár János szintén jól dobott, 5. helyen végzett, és még a súlylökők közül Kerekes László szintén 5. helyen fejezte be a versenyt 16 méteren felüli dobásával. Volt még egy nyíregyházi érem? Volt még egy nyíregyházi érem, így van, Pár Robin, aki 3-as ugrásban második lett. Ő és mi is nagyon szerettük volna, ha megnyeri ezt a versenyszámot, meg is volt az esélye. Sajnos a 3. ugrásánál megsérült, és így már nem tudta folytatni a versenyt, így maradt a 2. helyen, de hát remélhetőleg, hogy a sérülése nem komoly, hiszen az edzőjével egyeztetve úgy beszéltük meg, hogy nem engedjük tovább ugrani, hogy majd a csapatbajnoksága, illetve a Superliga döntőre rendbe jöjjön a lába, és ott produkáljon. Milyen színvonalú volt egyébként az országos bajnokság, és mennyire nyomta a bélyegét a 3 napra a kárnyikula? Maga a létesítmény együttes, ami ebben a városban található, azt hiszem, hogy Európa szintű, és hát egy teljesen új pályán rendezték a bajnokságot. A rendezés maga, a körítés a versenyhez, azt mondom, hogy nemzetközi szintű volt. Hát sajnos az időjárás az mindenkinek olyan volt, amilyen volt. Nagyon nagy volt a hőség, nappal is, éjszaka is, és hát a versenyzők küzdöttek azzal, hogy ezt legyűrjék. Valakinek sikerült, van, akinek nem. Az eredmények azért azt bizonyítják, hogy jó néhány versenyszámban nem tudták a legjobbat hozni a versenyzők. Ezzel eldőlt, ugye, hogy Bakosi Peti nem ugrotta meg a szintet, hogy két nyíregyházi versenyző lesz ott Zürichben, Hellebrand Máté gyaloglásban és Szikszai Róbert diszkoszvetésben. Milyen esélyekkel, reményekkel utaznak, hiszen egy felnőttek között újoncról van szó, ugye a Robi és egy rutinos felnőttek között már olimpiát is megjárt versenyzőről Máté személyében. Így van, mivel Robi ugye elég fiatal, első éves utánpótlás korú, így semmilyen teher nem nehezedik a várára. Az első dolog, ami eszünkbe jutott, hogy ezen a versenyen a részvétel a fontos neki, és a lehetőség szerint közelítse meg egyéni csúcsát. Ha 63 méter körüli dobást tud produkálni, akkor azzal akár döntős is lehet, és ez már nagy eredmény lenne a felnőtt Európa-bajnokságon. A gyaloglók mezőnyét annyira nem ismerem, de bízom benne, hogy Máté a legjobb ját tudja majd hozni, és azzal a mezőny első felében tud majd végezni. Elhangzott, hogy lesz még két komoly verseny augusztus végén és szeptember elején, akkor gondolom, hogy nem állnak le az edzésekkel a nyíregyházi versenyzők. Természetesen nem, és ez a versenyidőszak olyan, hogy egész nyáron edzeniük kell azoknak, akik versenyeznek, és majd csak valamikor szeptemberben lesz egy kis szünet a következő felkészülés előtt. És ez a két nagy verseny a csapatbajnokság döntője, ami ugyanezen a helyszínen lesz, illetve a Superliga döntő, ami majd Debrecenben lesz augusztus végén. Mind a kettő azért fontos, mert egyrészt
egyénileg a saját versenyszámukban dönthetik el, hogy ki volt a legjobb ebben az évben, abban a versenyszámban, illetve a csapatbajnokság azért fontos, mert ugye Debrecennek közös csapattal indulunk, és ez a csapat esélyes arra, hogy megnyerje a magyar csapatbajnokságot, és ami nagyon fontos nekünk a megélhetés szempontjából, hogy ezzel pénzjutalom is jár, hiszen az első helyezett csapat 5 millió forintban részesül, és ha ezt megfelezzük Debrecennek, még akkor is szép ez a 2,5 millió forint. Hétfőn rajtul a Nyíregyházi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság. A mezőny ismét nőtt, immár 109 csapat lép majd pályára hétről hétre a Városi Stadionban. Gyakorlatilag elkészültünk, hiszen a sorsolás is készen van. A csapatok látták a nevezéseket, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy újból növekedett a csapatok létszáma, hiszen 9 új csapat érkezett a bajnokság, most már 109 csapattal fogunk nekivágni. Vannak megszűnő csapatok is, vannak átalakuló csapatok, viszont 6 csoportba 12-es létszámmal fogunk működni, és 4 csoportba pedig 9-essel. Kiegészült az Old Boys első és másodosztálya, itt is 9-9 csapat játszik, és egy új csoportot kellett létrehoznunk, hiszen H csoport is indult. Most már minden csoportból az első 2 helyezett fog felkerülni a bajnokság végén júniusban. Hány mérkőzést játszottak a szezonban, és hány játékvezetőre van szükség ezeknek a meccseknek a lebonyításához? Közel 1500 mérkőzést fogunk lejátszani a bajnokság folyamán a Szizó Sport Nyíregyházi Városi Kispályás Bajnokságban. Ebben nincsenek benne természetesen a terembajnokságok, hiszen a teremben is ugyanúgy el fogjuk indítani a bajnokságot. Játékvezetőkkel, hál' Istennek, a szövetségnek köszönhetően 14 játékvezetőnk van, akik folyamatosan cserélődnek és vezetik a mérkőzéseket. Mikor lesznek a meccsnapok, hogyan néz majd ki egy-egy nap programja? 11-én hétfőn kezdünk, és ahogy már megszokott volt, 17.30-tól, 18.30-tól és 19.30-tól játsszuk a mérkőzéseket, és a hétfőtől péntekig minden nap patogni fog a labda a Városi Stadionba. A csapatok a körülményekkel elégedettek, de apró javítani valók mindig vannak. Mi az, ami elkészült, és mi az, ami még folyamatban van a pályákon? Köszönhetően a Nyírvévé Kft. Ügyvezető igazgatóján Bocskai Péter úrnak nagyon sok munka elvégzésre került, már még most is folyamatban vannak, hiszen szemetes konténereket cserélnek a pályák körül, festik a kapukat, a padokat, javítják a pályák minősége, kitűnő lesz. Én bízom benne, hogy az ősz folyamán el fog készülni az A pályán is a világítás, és a komfort érzete a csapatoknak viszont szerintem tökéletesen ki van elégítve, hiszen amiket eddig megígért a városvezetés, azt mind teljesítette a részükre. A meccsnapokon nagyon sokan látogattak ki a stadionba megnézni a mérkőzéseket. Számításaink szerint ilyen hétről hétre 4-5 ezer ember látogat ki a résztvevőkkel együtt a bajnoki mérkőzésekre, hiszen most már a család, a feleségek, gyerekek elkísérik a apukát a mérkőzésre. Közben kitűnő lehetőség van akár kocogni is a stadion pályáján, vagy most az elkészült gyönyörű szép streetball pályát is használhatják. A söröző az megújult, nyitva van, tehát én azt hiszem, hogy aki ide kijön, kilátogat, az mind jól érzi magát, kellemesen tudja eltölteni a szabad idejét. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!